A pillanat, amikor megérkezik az első vonat a győri pályaudvarra, hogy Hegyeshalomba szállítsa a menekülteket, amelyik ablak nyitva maradt, azon hamarabb bejutottak az emberek, mint az ajtón. A nagy tömeg miatt mindenki félt, hogy nem fér majd fel. 800 helyett azonban több mint kétszer ennyi ember zsúfolódott össze a vagonokban. A fáradtság miatt tapintató volt a feszültség, volt, akinél el is szakadt a cérna. Aztán, amikor megtudták, hogy addig nem indul el a vonat, amíg nem lesz béke, gyorsan csöndbe maradt mindenki. Ez már Hegyeshalom, a határmenti település pályaudvaráig tudott eljönni a szerelvény. Mindenkinek le kellett szállnia, hogy innentől gyalog folytassák az útjukat. Volt, aki azt hitte, hogy Zágrábban van, és olyan is, aki azt hitte, hogy már Bécsben. Itt azonban mindenki nyugodt volt, főként amikor megtudta, Ausztria nem zárta le a határt, így fél óra gyaloglás után mindenki elhagyhatja Magyarországot. Boldogok vagyunk, ez a mi jövőnk. Azt gondoltuk, Magyarországon problémáink lesznek, de minden rendben van. Szeretünk minden embert Európában. Nagyon köszönjük, hogy segítettek abban, hogy elmenekülhettünk a hazánkból, a háború és a gyilkosságok elől. Az élet így könnyebb lesz. Mi dolgozni szeretnénk és meg szeretnénk tanulni mindent, mondja ez a férfi, aki Németországban vagy Hollandiában képzeli el jövőjét. Győrből szombaton még egy vonat indult, de ezután is folyamatosan érkeztek a szerelvények Hegyeshalomba, főként Szent Gotthárd környékéről. Így vasárnap este már több mint 5000-en vártak arra, hogy tovább indulhassanak Ausztriából.